Erdei környezet, programok, kavalkádja, vásári hangulat, hagyományőrző kórusok és az elmaradhatatlan Kuglof. Idén is folytatták az elmúlt években nagy sikerrel megrendezett Kuglof Fesztivált a Várajai parkerdőben, melyre több ezren voltak kíváncsiak. A Kuglof Fesztivált 9. alkalommal rendezzük, előtte egy falunap volt 10 évvel ezelőtt, ahol olyan 50-60-an jöttünk össze, és akkor döntöttünk úgy, hogy valami más nevet kellene a falunap helyett, és miután Váralján nem múlt el lakodalom Kuglof nélkül, akkor kitaláltuk a Kuglof Fesztivál nevet, és hát most már igen, nagyjá nőttük magunkat, az előző évben is van 3000 körüli ember látogatott meg bennünket, tehát bejött ez a Kuglof Fesztivál név. Úgy gondoltuk, hogy ne csak a várajaiak ismerjék meg a várajai lakodalmas Kuglofot, hanem a környékbeliekkel is meg szeretnénk szerettetni. A várajai édességnek már több száz éves hagyománya van a faluban. Lakodalmakban indult, tehát a várajai fateknőben kézzel dagasztott Kuglof, és lakodalmak alkalmával, mikor a lakodalmas menet ment az utcán, akkor a kíváncsiskodóknak, nézelődőknek mindig osztogattak is Kuglof kóstolásra. Tehát ehhez a régi hagyományhoz nyúltunk mi vissza, és ezt próbáltuk feleleveníteni. Most itt a fesztivál idején is élőben dagasztanak az asszonyok, fateknőben, kézzel a 40 fokos melegben. Most, hogy már ilyen sokan vagyunk, hát ilyen 1000-1200 Kuglofot készítünk. Mikor még kevesebben jöttek el, akkor az asszonyok saját kézzel dagasztották, de már nem győzik, tehát már nagy az igény rá, és ezt az képtelenség gyártani egy nap alatt. Tehát most már kis külső segítséget vonunk be a nagymányoki pékséget. Az érdeklődők nem csak kóstolhatták a helyi mazsolás különlegességet, hanem azt is megtudhatták, hogyan készül a finomság. Az édesség tésztáját teknőben dagasztották, töltelékét mindig kakaóporból és mazsolából készítik egészen a mai napig az asszonyok. 2 órakor kezdtük el a kovászolást, pihent, és akkor utána az egyenlítést is. Most készen van, várunk arra, hogy tudjuk kiszedni és nyújtani. Azelőtt a lakodalmakba, hát én nem is tudom, 3x60 darabot szoktunk sütni. Hát ez a várajai kuglof, ez azért különös, mert a fahéj, az a fahéj íz, az mindent elárul. Ez Váralján ezt szokták. És hát bedagasztjuk, a kuglof sütőkbe rakjuk, és akkor a pékhez visszük. Úgyhogy hát olyan különösebb dolog nincs. Hát 4-5 asszony csinálja, dagasztja. Most ebből 50-54 darab lesz, de amikor lakodalom volt, akkor szoktunk 300-at is. A fesztiválon nem volt olyan, aki ne érezte volna jól magát, a legtöbben rendszeres látogatója az eseménynek. Az incsiklandó aranybarnára sült kuglofból szinte mindenki kivétel nélkül egyszerre többet is vásárolt. Hogyan érzik magukat a Kuglof Fesztiválon? Köszönöm, jól. Minden évben itt vagyunk. Látom, hogy vásárolta a kuglofot is. Köszönni, azért vagyunk. Igen. Remélem, hogyan ízlik? Most kóstolom először. Finom. Ízlik. Jövőre is ki fog látogatni? Mindig. Szeretünk jönni ide. Hogyan érzik magukat a mai Kuglof Fesztiválon? Hát a meleget leszámítva jól. És csak most érkeztük, úgyhogy nem néztük még körül, hogy mit lehet látni. Majd először érdeklődünk, hogy merre, milyen programok lesznek. Fognak-e kuglofot venni? Igen, folyamatban. Mi 3-at is veszünk, úgyhogy nagyon belevágtunk. Tavaly is voltam, tavaly előtt is. Nagyon jól érzünk magunkat. Vásároltam már kuglofot? Igen, éppen a lányom vett 2-t, vitt meg én is. Mert Bátaszikről származom. Onnan jöttem, Várajáról származom, ugye, az anyukám az várajai, és hát hazajöttünk. Egy kis kuglofot viszünk Bátaszékre. Mivel, hogy Kuglof Fesztivál van, a barátainknak viszünk egy kicsit, hogy ismerjék meg, milyen a kuglof a várajai. A délutánon fellépett a sokak által nagy kedvencnek számító Kálai Saunders András. You know
Az idei fesztiválon jutott mindenkinek bőven az édességből, a szervezők pedig jövőre is több ezer látogatót szeretnének vendégül látni a hagyományos helyi édesség napján. You, 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 you. Whoa, oh, yeah.